felháborítónak tartjuk azt, hogy az összödi beszéd és a 2006-os véres őszi események után 15 évvel a Gyurcsány Ferencék fizetett hirdetésekben aggódnak az autópálya konceszió kiárusítása miatt. Ismeretes, hogy a nemzeti kormány, a szavakban nemzeti fidesz KDMP kormánya 11 év hatalmi, hatalmi lét után most külföldiek kezére játszaná az autópálya koncesziókat, ami jelenti az autópályák és a gyorsforgalmi utak üzemeltetését, fenntartását, de ami még ennél is ijesztőbb, a kormány jövőbeli útépítési terveinek a teljes körű kivitelezését. A konceszió kiírásából egyértelműen látszik, hogy a jövendőbeli győztesnek a saját munkáját is ellenőriznie kellene, ez pedig azért könnyen belátható, hogy semmi jóra nem fog vezetni. Ugyanakkor azt sem gondoljuk, hogy Cseberből vederbe kéne esni, és az autó és a nemzeti vagyon elherdálása miatt a Gyurcsány Ferenc féle úton kellene járni, hiszen azért ebben ők is jeleskedtek, akár hogyha hűtlen kezelésekre gondolunk, akár magyar tulajdonú sikeres cégek külföldi kézre juttatását is nyugodtan emlegethetjük de beszélhetünk az érdekes körülmények között megépült völgyhídról, vagy a beruházásokról, esetleg a kombinó villamosok beszerzésre körüli botrányokról is. Szóval hiteltelennek tartjuk Gyurcsány Ferencék aggódását, és ezért gondolja azt a mi azánk mozgalom, hogy ebben a témában meg kell szólalnunk, mint egy olyan erő, aki nemzeti sorskérdésekben már pedig az út hálózataink kezelése az nemzeti sorskérdés, nemzeti vagyonnak a sorskérdése, ebben jobbra tartási kötelezettsége van egy nemzeti kormánynak, és a mi hazánk úti célja is az út jobb oldalán található. Ezért tartjuk tehát elfogadhatatlanak azt, hogy Gyurcsány Ferenc, Jakab Péteren, hát Karácsony Gergelyig most mindenki hirtelen elkezdett aggódni a számukra semmit nem jelentő nemzeti vagyon a ahelyett, hogy most már legalábbis, ami Gyurcsány Ferencet érinti, börtönben csücsülnének. Ez is a Fidesz elszámoltatásának a teljes hiánya. Abban is biztosak vagyunk, hogy aláírás gyűjtésekkel nem lehet börtönbe jutatni Gyurcsány Ferencet, és abban is biztosak vagyunk, hogy a Fidesznek nem is ez a szándéka ezzel az aláírás gyűjtése. Ezt is elfogadhatatlanak tartjuk. Tehát, mint hogy azt is elfogadhatatlanak tartjuk, hogyha abba belegondolunk, hogy 35 évvel ezelőtt, hogyha akkor az akkori kormány kiírt volna egy ilyen autópálya koncesziót, akkor azzal versenyeztetés jogáról is lemondott volna 35 teljes éven keresztül. 35 évvel ezelőtt a mostani közlekedés még teljesen másképpen nézett ki, és abban is az könnyű belegondolni, hogy 35 év múlva teljesen mások lesznek a viszonyok. Nem biztos, hogy az autópálya lesz már a leggyorsabb, vagy a jelenlegi formájában ismert leggyorsabb közlekedési mód A pont és B, B pont között. Ezáltal nekünk teljesen le fog maradni a közúti közlekedésünk, ezért ezzel ellen tiltakozunk, és tiltakozó akciókra is sor fog kerülni a jövőben. Ez amit szerettem volna.